A helyiek rengeteg egyeddel találkoznak, így már nagyon várták, hogy elkezdődjön itt is a munka. Köves Pétertől hallhatjuk a részleteket. 5835 hektáron folyik majd Tolna vármegyében a védekezés, összesen 22 települést érint június 25-én kedden Paksés térségét, június 27-én Szekszárd és környező településeit, míg június 28-án pénteken pedig Tamás és környezetét érint majd itt a védekezés vármegyénkben. Kétféle úton történik mindez, egyszer biológiai úton, az annyit jelent, hogy a lárvákat gyérítik ebben az esetben, itt egy granulátumot juttatnak ki a természetbe, nyilván itt főleg a Duna, illetve a Dunamenti településeket és az árterületeket jelenti, ilyen módon védekeznek így a lárvák fejlődése ellen. A második mód a már kifejlett szúnyogok elleni védekezést jelenti, amely már kémiai úton történik. Ez többségében platós járművekre szerelt permetező berendezés formájában láthatjuk. Ezek az esti órákban fogják elérni az adott településeket. Itt a készítményt így fogják permetezve kijutatni majd így a lakóhelyünk környezetére, és nagyságrendire pár óra alatt le is bomlik ez a készítmény, mert annyit jelent, hogy itt a méhekre és a más beporzást végző rovarokra ez nem lesz hatással. Ne felejtsük el, hogy mi magunk is tehetünk azért, hogy megfékezzük az állomány gyarapodását. Adott esetben akár itt gondolok egy-egy hordóra, víztározóra, gumiabroncsra, madáritatóra, akár az ereszeinkre. Az ezekben lévő vizet az célszerű valamilyen formában tőle megszabadulni, akár az itatokban, illetve a kaspóban feltöltött vizeket folyamatosan cserélni, ilyen szinten is meg tudjuk szakítani a szúnyoglárvák fejlődésének a ciklusát, valamint hogyha van egy nagyobb esővíztározunk, az pedig érdemes akár egy szúnyoghálóval lefedni, ezekkel a formákkal is tudunk védekezni. Tájékoztatás céljából a gyérítésről a Tolna vármegyei katasztrófavédelem honlapján megtalálható a települések listája, valamint a hozzá kapcsolódó dátumok.